Isten gáz. Jaj, hol vagy? Hova megyünk ma? Tudni. Hova? A Rubik kilátóhoz. Felé, és reméltük, hogy látunk havat, hát ott az a minimális, az talán. Szóval, Salgótarján fölé fogunk ma menni, túrázunk, elvileg, nem is olyan könnyű túra lesz, mert elég komoly szintkülönbségek lesznek. Én nem így készültem. És egy kilátó lesz az úti cél, úgyhogy tartsatok velünk. Elvesszük a Peti gyereket, aztán megyünk a túra kezdetére. A Karancs kilátóhoz megyünk, és azt írja a tábla, hogy 2,2 km, mondjuk jöttünk autóval egy csomót, majd lefele levideózom nektek, ott nem biztos, hogy kellett volna, szerintem még egy jó 2 kilométert lecsaltunk mi most így, de majd meglátjuk. És akkor ezt a piros háromszöget kell követnünk. Vagyunk ennél a kiszolgáló épületnél, itt a semmi közepén van egy ilyen épület, ez a bányászoknak volt építve, innen vittek vizet, itt étkeztek és ilyesmi, és innen tudták a bányát kiszolgálni. Mit bányáztak itt? Tudtam, hogy rákérdez, nem találtam, mit bányáztak itt? Nem tudom. Senki sem tudja, nézzük meg. Követ bányáztak. Köszönjük szépen. Na, mehetünk tovább. Vízvételi forrás, gyerekek! Itt vagyunk a Tőkekútnál, Elemér forrásnak hívják, és itt vagyunk, most megpihentünk, mert nagyon-nagyon meredek, és most még meredekebb szakasz jön, szerencsére. Viszont van hó, látjátok? Ja, jöttünk csomó. Egy 100 métert fölfele, és van hó. Több a hó amúgy, lehet mire felérünk, lesz 1,5 méter. Azért fárad, elég meredek. Nem tudom, mennyire jön ez vissza a videóból, de azért 700 méter az 700 méter. Nemrégiben még Spanyolországból egy szál pulcsiba vagy pólóba láthattatok minket, vagy póló nélkül. Még jó, hogy volt rajta egy szál póló. Hát nem mindig volt rajtam egy szál póló, de most legalább innen láttok minket, a hóból. Benyílik több túraútvonal, arra mennek a biciklisek. Bár nem tudom, hogy jön itt fel bárki biciklivel, arra meg a gyalogosok. És mivel? És elvileg 0,5 kilométerre vagyunk. És mi mivel vagyunk? Gyalog! De már ott a cél. Már nagyon kicsi van vissza. Ott. Nem ez a csúcs, hanem arra van a csúcs. De hát nem baj. A környék legmagasabb hegye 728 méterrel. Szóval ez a Karancsi kilátó, ez itt van pont a határ szélén, itt van ugye Magyarország, ez pedig már Szlovákia. Benne is viharban, havas állapotban nem javasoljuk használtatni. Jó, nem. Kilátóra egyszerre csak 5 személy mehet fel. 500 kiló a terhelés. Mindegy, elindulok, aztán ha meggondolom magam, majd lejövök, akkor jó, menjetek tovább. Mennyi, mennyi. Kicsit téliszonyos vagyok. Elég alacsonyak a szintek. Jöttem, jelent, hogy tiétek a terep. Amúgy ezért is csináljuk a videókat, mert mindig elmegyünk ilyen kilátókhoz, és én amúgy sose vagyok, hogy legalább megnézhessem. Óvatosan, ne nagyon kameráz, csak majd fönt. Jó. Jó, léci. Aha. Szerintetek drónozzunk egyet, bár eléggé beködösödtünk, így az jön errefele, hogyha megnézitek. Ez egy kicsit ködös. És amúgy, ha itt lenéztek, akkor ez nem gyenge. Thank you.
Mit csinál ott az erdőbe? Mit talált az? Mit csinál? Fát gyűjt. Mondjuk az erdőbe van elég fa ahhoz, hogy gyűjtsön. Toboz gyűjtesz? Igen, otthon megcsináljuk ilyen dekornak, mint a potpurit. Potpur is, de jó lesz, hogy lesz otthon ilyenünk. Igen. A legutoljára, amikor voltunk túrázni, csipkebogyót kellett gyűjtsek, azóta is ott van a táskámban. Nem, azóta már kidobtam. Ja, akkor megérte leszedni. Ott az már a határkő, tehát itt vagyunk a szlovák-magyar határon. Megint. Múltkor is. Hogy mindig a szlovák-magyar határon vagyunk. Mondjuk az már régen volt. Ez somos kívánnak. Ott a határkő, itt meg a Dani. Igen. Menni a piros jelen, a háromszögön, de hogyha eljöttök balra a bicikli fele, akkor erre lankásabb egy fokkal. Nem. Már egyszer sikerült elesnie. Szóval Dani azt mondta, hogy neki nem kell új túracipő, mert hogy az övé jó. Na de úgy megy, mintha síléccel lenne, mert úgy csúszik neki. De mondjuk én estem el már kétszer. Na mindegy. Újra itt vagyunk, most átjöttünk a Róna faluba. Róna falu végén vagyunk, és itt is van egy kilátó, úgyhogy ezt is megnézzük. Idáig nagyrészt fel tudtunk jönni kocsival. Elvileg egy kilométert kell sétálni, és nagyon szép havas a táj. Itt tényleg, itt több hó van. Porhat! Hát kicsit. Porhat. Ja. Porhat hó. Nagyon mély. Nézd, megdobjuk a nézőket is. Sziasztok nézők, halló! Ez nem annyira magas kilátó, de szerintem a táj az jobb lesz szám. Jó átálló fénytalkás. A magyarósi kilátó, felmentünk, meg én is felmerészkedtem. Az ilyen tériszonyosoknak különösen ajánlott, viszont a kilátás nagyon szép innen. Nézzétek!